Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, már vagy 5-6-szor elkezdtem a videót, ami nem más rend, mint kezdek kijönni a formámból, azt hiszem így mondják, nem? Hogy már régóta nem csináltam ilyen vlogos videót, mert általában ugye ezek csak az érdekesek vannak, meg néha itt egy-két vlogos, de régen voltak ilyen rendes vlogos videók, mint mondjuk egy évvel vagy két évvel ezelőtt, ugye abban az időben minden másnap, majdnem minden nap szoktak ugye videók lenni, és úgy döntöttem, hogy ezeknek a videóknak vége van, tehát heti videóknak vége van, és mostantól, hogyha videózok, akkor rendesen videózok, vagy sehogy se videózok, ugyanis arra jöttem rá, hogy ezek a vlogos videókat nem lehet csinálni hetente egyet, mert az nem olyan vlogos videó, én szerintem. Ilyen érdekes videókat lehet csinálni, lesz néha majd, ugye, ahogy múltkor mondtátok, hogy majd legyen néha ilyen érdekes videó is, de legyenek ugye vlogos videók is. Úgy döntöttem, hogy mostantól megint lesznek rendesen vlogos videók, hetente nem csak egyszer, hanem többször is, hogy milyen sűrűn azt egyelőre nem tudom. Már rettentő régóta nem csináltam ugye ilyen videókat, hogy vlogos és minden másnap. Ugye régen szokott lenni szombaton, vasárnap, hétfőn nem, kedden, szerdán nem, csütörtökön igen, pénteken nem, és meg értitek, tehát egy héten 5-ször volt videó, 2 alkalommal nem volt, akkor ugye pihentem, vagy nem tudom, mit szoktam csinálni, de gondoltam, hogy megpróbálkozok megint velük, és sűrűben próbálok feltölteni. Tudom, hogy ígértem, hogyha elérjük a 100 000 feliratkozót, egy kicsit sötétettem, akkor ugye majd minden nap lesznek videók. Többen mondtátok is, hogy miért nem tartom be ugye a szavamat. Én azt hittem, hogy később fogjuk elérni a 100 000-et, és addigra lesz mondjuk egy hajónk, vagy valami ilyen érdekesebb vlog, amivel tudunk valamerre menni, és érdekes videókat tudok filmezni. Gondoltam, hogy ugye majdnem minden nap, vagy minden nap, de előbb elértük a 100 000-et, hajó még mindig nincs. Nem tudom, mikor lesz, és még mindig nézegetek hajókat, de... Na mindegy, ugye ezentúl próbálok rendszeresebben feltölteni majd videókat és érdekes videókat, vlogos videókat, mindenféle fajta videókat. Csak bevertem a kezemmel, itt hazonázok és puff, levertem ide a kegy... Nem, nem. Na mindegy, csak beszélek össze-vissza. Kicsit kezdek kijönni így a formámból, komolyan mondom. A feleségem elment ide a buszmegállóba felvenni a Lucas-t, és a Lucas jön haza az iskolából, a Davis az épp. Nem más csinál, mint tévét néz, mi? Nyuszi! Nézd meg, hol lett a Davis. Mi a helyzet? Ja? Csak nézzük a tévét. Magyarul még mindig nem beszél rendesen. Hát néha azért egy-két szót ugye beszél ugye szüleimmel, meg sok mindent megért, de nem úgy, mint a Lucas. Közben a Davis, képzeld el, elment, majdnem azt mondtam, hogy iskolába, nem iskolába, hanem óvodába. Onnan nézd, itt van a Davis az óvodába. Ilyen kaptunk ilyen fényképeket róla, meg a gyerekekről. Ez az első, nem, harmadik napja volt, legalábbis az első hosszú nagy jön, és ugyanis már 3-szor volt óvodába, hetente 1-szer jár óvodába, nem sokára majd 2-szer fog járni óvodába, ugyanállal nem úgy van az óvoda, mint Magyarországon, ugyanis itt akkor mész, amikor akarsz, meg ahogy tudsz, ugyanis naponta $95 az óvoda. Ez átlag ár, ennél van egy nagyon picit olcsó volt, egy másik az $85 volt, de volt olyan is, ami $150 volt, vagy 140 naponta. Úgyhogy azért nem jár minden nap a Davis óvodába, csak hetente egyelőre egyszer, de valószínűleg jövő hónaptól 2-szer fog majd menni. Ugye kell az óvoda, hogy... Mert kell az óvoda, ugye sok mindent tanulnak, eddig még tetszett neki, volt 3-szor, az első 2 alkalom egy ilyen 1-1,5 órát, és most volt a héten legelőször kedden egy egész napot. Tetszett neki, azt mondta, alig vár, hogy kedden visszamegyen még egyszer. Ugye, Nyuszi? Tetszik az óvoda? Mhm. Uh-huh. Tudod, mit mondtam? Mhm, uh-huh. Akkor jó. Na, nem más csinálunk, mint megevédelünk. Aztán menjünk a boltba, nem más fogunk csinálni, képzeld el. Visszavisszük ezt. Tudod, mi ez? Cipőtartó. Azért visszük vissza ezt a cipőtartót, mert múltkor megvásároltuk, és nem tudtuk összerakni se én, se a feleségem, és ezt lehetetlen összerakni. És mutatom, hogy milyen. Nem veszem ki a dobozból, mert össze van csomagolva, de vannak ezek a pálcák, 1, 2, 3, 4 pálca, meg össze-vissza mindig ugye ez a sok pálca, meg van ez a két oldala. És ide beledugod az egyik pálcát, ide meg beledugod a másik pálcát, akkor nem fér bele ez a pálca. Hogyha ezt a felét bedugod mindenhol, érted? Akkor ezt meg nem tudod rárakni, mert ha ezt rárakod az alját, akkor ez már nem fér bele, mert a következő se tud belemenni, mert szétesik. Tehát ilyen nem jó cipőtartó, oda vettük oda cipőknek, hogy ne a földön legyenek, de ide visszarakom. Úgy döntöttük, hogy visszavisszük. Hogy ilyen olcsóbbik változat volt, tehát nem volt ilyen túl drága, lehet, hogy azért ilyen kínai olcsó változat, nem tudom, nem minden. Úgyhogy
megebédelünk. Én nem más eszek, mint rizst fogok enni. Ez egyik kedvenc rizsemet. Én nagyon szeretem a rizst, de ez ilyen más, ez ilyen gyors rizs, várjál, mutatom. Lehet, hogy már mutattam. Ilyen, mexikói stílusú. Látod? Amit képzeld el, voltunk Amerikában. Ugye, ha néztetek videót, tudjátok, hogy voltunk Amerikában múltkor nyaralni, most már jó múltkor majdnem mennyi, egy 4-5 hónapja, 6 hónapja? Na mi? Majdnem 5 hónapja, nem? És ott is volt ilyen rizs, de mexikói nem volt. Mindenféle fajta volt, volt indiai, mindenféle fajta ilyen rizs volt, kivéve a mexikói rizs. Nálunk van ilyen rizs, van mexikói, de ilyen indiait én nem láttam. Na minden, az volt az érdekes, hogy ott van Mexikó, meg a minden, és mexikói stílusú nem volt. Na minden, lehet, hogy csak nekem volt ez érdekes, másnak nem, de én érdekesnek látom, hogy ott van Mexikó, és nem volt mexikói rizsük. Na minden. Én ezt ide leteszem, amíg ez berakod 90 másodperc a mikróba, megmelegíted, és már lehet is enni. Egy ilyet én megeszek, amit hazér a Lucas meg ilyen, megmutatom, mit eszik. Na minden, nem találom, sajtos tésztát, az is hasonló, csak berakod, hogy megmelegíted, és kész. A Lucas rettentő szereti ezt a sajtos tésztát, úgyhogy húzom zoknit, ugyanis még zokni nincs a lábamon. Elég jó idő van kint, mutatom. Bár annyira nem lehet látni, onnét felős az idő, hátul elég jó az idő. Esett az eső. Ugye egész héten majdnem, hétfőn, kedden is esett az eső, de most elmentek ezek a csúnya felhők, és talán most már jobb idő lesz, majd meglátjuk. Elindultunk, végre elindultunk, mindenki megebédelt, mindenki elkészült a szokás szerint. Lucas is megvan. Lucas, hol vagy? Itt vagyok. Szárbusz. Próbálom mutatni. Amit szünet lesz, hétfőn szünet lesz az iskolában. Milyen szünet lesz? Nem tudom. Na mindegy, Lucas nem megy iskolába. Ilyen rendes szünet lesz. Ugye ezek a felhők elmentek, egész nap ilyen felhős idő volt, már még az ablakból is, mikor mutatta a kamerán, akkor is ilyen felhős volt, aztán egy hirtelen elment minden felhős, szépen kisütött a nap. Jelenleg 27 fok van, ami elég jó, ugye még mindig nincs itt a nyár, még van körülbelül mennyi másfél hónapunk nyárig, de már lehet érezni ezt a nyárias időt, ugye rövid nadrága, egy rövid ujjú. Esténként ugye nem kell már bezárni minden ablakot, vagy fűteni. Ugye nem olyan régen még mindig fűteni kellett, mert hideg volt, főleg így reggelente, hogy ez a hideg elment. Bár idén nem volt az a nagy hideg szerintem. Nem, Lucas, nem volt ez a nagy hideg. És megérkeztünk. Nyuszi! Davis! Az iPad-en van, valamivel játszik, most rába, sorry, játszik itt az autóban az iPad-en, addig sem unatkozik. Na most lát mindenki téged is. Szervusz! Szóval, hétfőn szünet. Csak azt nem tudjuk, hogy milyen szünet, de iskola szünet. Csak egy szünet. Úgyhogy, na minden, én attól még dolgozok. Nem cseréltem ki a kamerába az elemet. Nem az elemet, mi van a kamerába? Akkumulátor. És le fog megint majd merülni. Nem megint, mindjárt egyesen van. Hát minden, talán elég lesz. Itt vagyunk a játék részen szokás szerint, ugye. Jól dobolunk? Tudod, mit találtam? Láncfűrész. Szerintem a láncfűrészen mit lehet játszani? Na, várj, elment a Davis. Hova mentél? Merre? Autót nézünk, vagy mit nézünk? Lego? Hello. Oda nézd, mekkora Lego. I feel so big for that toy. Yes. I can hold it. Kijöttünk egyet ide a parkba, jönött elmegyünk haza. Itt a víz mellett végeztünk a bevásárlással. Ott vannak azok a szép nagy hajok, mint a kikötőbe. Amiből lehet, nem sokat lehet látni. De van sok szép ott. Helyettünk egyet hintázni, meg csúszdázni. Lassan lemegy a nap. Még van körülbelül egy másfél óránk talán. Na jó, hintázunk? Jó? Meg csúszdázunk. Én meg nem tudom, én meg azt mondom, hogy jelenleg megkukulom a hajókat. Azokat a szép nagy vitorlásokat, te! Vagy lehet, hogy először hintázunk egyet. Lucas? Átadod, én is akarok hintázni. Kijöttem egyet ide a kikötőre, itt van sok szép vitorlás, meg nem csak vitorlás. Ugye ez egy ilyen kikötő, itt lehet bejönni, meg kijönni. Kicsit lejjebb megyek, próbálok nem leesni, nem bele a vízbe. Egy páran horgásznak ott kint. Nézd, ott még egy jetski. Itt szoktam én is kijönni a vízre. Itt nem tudom, ki emlékszik erre a két nagy három torony, négy toronyra. Ott szoktam a hajók mögött kijönni. Ugye még mikor itt laktunk nem olyan régen. Most már több mint fél éve. Jól elment az idő. A család még mindig hintázik, meg homokozik, meg csúszdázik. Úgyhogy meg addig körbe sétálok egyet. Ott a család.
Nem sokan vannak itt ebbe a parkba. Nem tudom, hogy miért, amely ez ilyen zsákutca, itt sok ilyen autó áll, meg van egy pár ház itt szembe. De gyereket egyáltalán nem látni. Egy-két ember itt ott sétál, kutyával. Úgyhogy itt most lemegyünk. Ugye azért akartam ide lejönni, mert hogy ha majd lesz egy ilyen vitorlás hajónk, akkor azon az oldal fogunk mi kijönni, ugyanis itt van egy kikötő, ott lehet bejönni, amerre mutatok, és erre fogunk kijönni ide a vízre, vagy lehet, hogy itt fogom megállítani valahol ezen a részen, ugyanis, hogyha ide lehozom, látod, ott állt meg az autó szembe, azt a gumicsónakot itt felfújom, és ide simán lehozom, rádomom a vízre, és csak kievezek hozzá, hogyha nem akarom ugye beállítani mondjuk a kikötőbe. Látod, ide lehúzom, de rádobom, és oda be tudnák felevezni. Ott a bejárat vagy a kijárat mondjuk a kikötőhöz. Hogy is szoktak hajók állni. Itt meg lehet állni egy hétig. Úgyhogy egy helyben meg lehet állni, utána át kell menni oda a túloldalra, arra a részre. Ugye vannak ilyen határvonalak, bár nem nagyon szokták nézni. Na, úgyhogy itt sétálunk egyet. Aztán ott a túloldalt aztán felmegyek. Itt szoktak mi amúgy fürdeni is egyet. Nem olyan túl mély itt a víz, mondjuk most eléggé fent van. Visszalek el, megnézem, mit csinál a család. Még mindig hintáznak. Lucas mindig hintázik, a Davis az meg homokozik, ha jól látom. Hozzáérkeztük, hogy látjátok. Úgyhogy most semmi érdekes, nem fogunk csinálni ezt a videót lassan, én most itt befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól fog, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!